1 Timóteusz 1.17, hogy a régi Károli úgy fordítja, hogy az örökkévaló királynak pedig a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Ámen. Viszont ha megnézzük a görög iratokat, ott kicsit másképp hangzik. Az örökkévaló királynak pedig a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Ámen. Hát itt az előző versekben ugye Krisztusról beszél, közvetlenül előtte is. És utána jön ugye ez a 17-es vers, hogy áldja az Istent emiatt ugye Pál. De mivel ugye azt tanítják az ördögállomság miatt, hogy Jézus is Isten, nyilvánvalóan ezért írták át az egyetlen Istent, egyedül bölcse, hogy így azt sugálják, hogy nem csak egyetlen Isten van. Ugye Róma 16-27-ben például ott is ott van, hogy egyedül bölcs Isten. Viszont itt egyértelmű, hogy Istenről van szó, aki maga a bölcsesség, ő az egyedüli, mint az Isten. Tehát ez is egy nagyon érdekes, apró, látszólag jelentéktelen félrefordítás, hamisítás, az 1 Timóteus 1.17, mert ugye ezzel is azt sugálják, hogy nem az egyetlen Istenről van szó. Nyilvánvalóan ennél a résznél is, meg a többinél is ugye nem jelenthetjük ki azt, hogy az gonosz szándékkal követték el a hamisítás, mert sok fordító ugye már a Szentháromság tanba született bele, és azt ugye egyértelműnek tartotta, és nyilvánvalóan ebből kiindulva tette hozzá, ahogy ő a legjobb belátása szerint a hozzátolásokat, az átírásokat, az átfogalmazásokat, de ettől függetlenül a hamisítás az hamisítás. És akkor még a Zakariás 12-ből egy rész, ami nagyon érdekes, szintén egy kis apró szóról van szó, amit másképp fordítottak, de nagyon zavaró lehet. Ugye a Zakariás 12.10, úgy van fordítva Károliban, hogy Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiöntöm a kegyelem és a könyörületesség lelkét, és rám tekintenek, akit átszögeztek, és akit úgy siratnak, ahogyan az egyetlen fiút gyászolják, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az első szülött miatt keseregnek. Tehát itt nyilván ugye ez a rám tekintenek, a rám szó az, ami megtévesztő, mert ugye itt egyelővé teszi, mint hogyha az Isten szögezték volna át. Érdekes módon a katolikus fordítás, ahogy egyébként az előbb az 1 Timóteuszban is a katolikus jól fordította, ezt elfelejtettem említeni, ott is egyedül való Istennek fordította a katolikus, tehát nem egyedül bölcsnek, tehát itt is a Zakariásban a katolikus fordítás azt mondja, hogy arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak. Az imit fordítás, ugye ez az izraelita fordítás, azt mondja, hogy kijöntöm ugye Jeruzsálem lakójára, Dávid házára és Jeruzsálem lakójára kegyelemnek és könyörületnek szellemét, és föltekintenek hozzám annak miatta, akit átszúrtak. Már az új fordítás is ezt javította, hogy rátekintenek arra, akit átdöftek. Tehát a reám rám fordítás megtévesztő, mert ugye arra utal, hogy Jézus egy az Istennel, magyarán ugye a Szent Háromságot propagálják ezzel is. Viszont ha megnézzük az írást, ugye azt a Mózesben is ott van az előkép, hogy aki Krisztusra tekint, felnéz rá, az megmenekül, ugye ott volt ez a pózás történet, és János is idézi ezt, hogy aki Krisztusban hisz, engedelmes neki, annak örök élete lesz. Tehát ez is csak egy apró, rövid rész, de annál fontosabb. És itt is csak egyetlen szót írtak át. Láthatjátok, hogy rengeteg a hamisítás, hozzátoldás, és ezen kívül is van egy csomó, amit lehet találni sajnos. De az összképet nézzük, akkor egyértelmű, hogy az egész arról szól, hogy a Szent Háromságot mindenáron alá kell támasztani, propagálni kell. Ennek a nagyon egyszerű oka az, hogy a Szent Háromság dogmára épül az összes többi dogma is. Tehát ez azért fontos a keresztényeknek, a keresztény vezetőknek, mert hogyha a Szent Háromság dogma megbukik végleg, akkor vele együtt az összes többi hamis dogma is elbukik, és kiderül, hogy hazugság.
mert például ugye a hármas emberi felépítés is megdől, ugye a test, lélek, szellem, ez is egy hazugság, ugye, mert csak test és lélek van, meg hogy a testünk a templom, ugye a Szentlélek temploma, ez is bukik, mert akkor ugye kiderül, hogy hát itt magára az atyáról van szó, az egyetlen Istenről meg nem fog belemászni semmilyen emberbe. Ugye az újjászületés szellembe, ugye ez is, ez a tan is megbukik, meg azt, hogy a belénk mászik a Szent Szellem, a betöltekezés is bukik, ebből következően a nyelveken szólás, ugye mert azt tanítják, hogy nyelveken szólás akkor van, a belénk mászik a Szent Szellem, és hát ugye a Szent Szellem az, aki mindent, minden bűnből kitisztít, ő intéz bennünk mindent, nekünk nem kell tenni semmit, ugye ez a tan is bukik, a bűnök elleni harc, ugye, hogy arra szükség van. Az elragadtatás, ugye, mert hogy azt tanítják, hogy majd a Szentléleket visszavonja az atya, és akkor az egyházzal együtt elvitetik, így az előelragadtatás tan is bukik. Tehát és még sorolhatnánk, hogy hogyan kapcsolódik a Szent Háromsághoz minden, ez az alappillér az egésznek, az első dominó, és azt, ha valaki ellöki, akkor az összes dominó vele együtt bukik, eldől. Úgyhogy ezért védik fogva a körömmel a teológusok, a vezetők, a tanítók, és támadják azokat, akik ellene beszélnek, és lejehovázzák őket, ahogy minket is állandóan ezzel vádolnak, holott már sokszor elmondtuk, hogy nem vagyunk Jehova tanúi, őket is számtalan videóban elepleztük már, ők is csak egy szabad könyves szekta, amit jezsuiták létrehoztak, hogy embereket becsapják, megtévesszék. Úgyhogy mindenki nézzen utána ezeknek, amikről beszéltünk, elmélkedjetek róla, imádkozzatok az atyához, kérjetek tőle megerősítést, hogy vezessen el az igazságra titeket, és hagyjátok el a Szent Háromságot, mert egyetlen egy atyánk van, az Isten, a Teremtő Isten, aki örökkévaló, öröktől fogva létezik. Neki van az elsőszülött fia, a megváltunk, a Krisztus, az első alkotása, az első legyen, akit megalkotott, akit létrehozott nagy szeretetében. Utána jöttek az angyalok, meg az emberek, a Szentlélek az pedig a atyának a láthatatlan jelenléte itt a Földön, azért is szent, és azért is lélek, mert az atya szent, ugye, ki van jelentve. Az atya egy lélek, egy láthatatlan személy, tulajdonképpen is ebben a fizikai világban így tud jelen lenni, hogy ne kelljen neki a fizikai testtel a bűnnel érintkeznie, egy láthatatlanul jelen, de mégis ő képes erre, hogy így mindenhol jelen legyen, mindenre hatni tudjon, és az embereket tudja tanítani, vezetni, tehát ez jött el az 50. napon. Maga az atyának a személyes vezetése, így láthatatlanul. Ilyen egyszerű az igazság, nincs semmiféle három Isten, meg egy a háromban, meg három az egyben. Hagyjátok el a Szent Háromságot, mert aki ebben benne marad, az nem is tudja, hogy mekkora engedetlenségben és bűnben van az Isten előtt.